Nagybőti Szent Misa Premontrei templomban. És a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvérek, a ma reggeli szentmisében elhunyt Lajos édesapa lelki üdvéért imádkozunk. Ahhoz, hogy ezt tiszta lélekkel tehessük meg, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, áraszt híveid szívébe kegyelmed világosságát, hogy bűneinket megbánva neked szenteljük magunkat. Adj nekünk istenfélő lelkületet, és hallgasd meg jóságosan esedezésünket, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. A babiloni fogság idején a király elé hurcoltak három ifjút, Sidrák, Misák és Abdenágó volt a nevük, és a király kérdőre vonta őket. Igaz-e, hogy megvetitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, melyet készítettem? Nos, hogyha fölharsanak kürt a fuvola, és szól a hárfa, lant, koboz és citera, készen vagytok-e a szobor előtt leborulni és imádni azt? Mert hogyha nem, nyomban tüzes kemencébe vetlek titeket. És van-e olyan Isten, aki kezemből megszabadít titeket? Sidrák, Misák és Abdenágó így felelt a királynak. Nem szükséges, ó király, hogy erre válaszoljunk neked. A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből és a te kezedből. De ha nem akarná is, tudd meg, király, hogy isteneidet akkor sem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk. Ekkor a király nagy haragra robbant az ifjak ellen. Arca is elváltozott, és úgy rendelkezett, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be. Majd meghagyta a legerősebb katonáinak,
hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abdenágót, és vessék őket a tüzes kemencébe. Így is történt. Ők azonban sértetlenül jártak-keltek a lángok között, magasztalták Istent, aki Úr minden fölött. Ekkor a király megdöbbent, sietve felállt, és így szólt főembereihez. Nem, de három megkötözött ifjút dobtunk a tűzbe. Azok azt felelték, úgy van, nagy király. Ekkor a király így folytatta, én azonban négy férfiút látok, és ezek kötelékeiktől megszabadulva, sértetlenül járnak-kelnek a lángokban. A negyedik éppen olyan, mint Isten angyala. Majd így fohászkodott, áldott legyen Sidrák, Misák és Abdenágó istene, aki elküldte angyalát hű szolgái megmentésére. Ők csak benne bíztak egyedül, és nem hallgattak a király szavára. Kockára tették életüket, hogy az igaz Istenen kívül ne kelljen más Istent imádniuk és szolgálniuk. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik. Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim. Megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket. Erre ők tiltakoztak. Ábrahám leszármazottai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy szabadok lesztek? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont Isten fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit atyámnál láttam, ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre közbevágtak a zsidók, a mi atyánk Ábrahám. Jézus így folytatta, ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett. De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek. Ők azonban tovább erősködtek. Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van, az Isten. Jézus azonban megállapította. Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Ábrahám leszármazottai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát ezt, hogy szabadok lesztek? Szegezték Jézusnak a kérdést azok, akik
az evangélium leírása szerint hittek benne. A szabadság kérdés az igencsak fontos gondolat a zsidók számára, hiszen mielőtt egyetlen népé lettek volna, Egyiptomban éltek szolgasorban, és a történelmük során többször is meg kellett tapasztalniuk a fogság, vagy legalábbis más népek fennhatóságának igáját. Azért talán nem is csodálkozunk azon, hogy a legfontosabb ünnepük is a szabadság gondolata köré épült fel. Ugyanakkor a zsidók húsvétjának és a keresztény húsvét ünnepének a tartalma között szinte párhuzam húzható. A zsidóság az egyiptomi szolgasság alól való kiszabadulást, a keresztények a bűnök alól való kiszabadulás lehetőségét ünneplik ilyenkor. Ez utóbbit Jézus megváltó kereszthalálának és feltámadásának köszönhetjük. De az ünnepek nem csak a megszabadulást tárják elénk, hanem az előtte lévő szenvedést is. A zsidóság szolgai szenvedését Egyiptomban, valamint Jézus szenvedését a keresztúton. És mindkét ünnepnek szerves részét képezi egy ünnepi étkezés. A zsidóságnál ez a pászka vacsora, míg az egyházban az évszázadok óta élő szokás az ételszentelés során megáldott ételek közösségi elfogyasztása. Így tulajdonképpen akár azt is mondhatjuk, hogy az ételszentelés a keresztény hagyományban a zsidók pászka vacsorájának a további élése. És ez különösen is fontos számunkra, mivel az utolsó vacsora néven ismerté vált étkezés is egy ilyen zsidó ünnepi vacsora, úgynevezett széderest volt. És a széderest az egy meglehetősen szertartásos alkalom, ahol szinte minden mozzanatnak megvan a maga szimbolikus jelentése. A két ünnep szoros összekapcsolódása miatt az általunk elfogyasztott szentelt ételek is hordoznak magukban jelentéseket, sőt a két étkezés összetevőinek jelentős része az akár párba is állítható egymással. A fő tojás a zsidóság számára az élet törékenységét, ugyanakkor az új élet reményét jelenti, ugyanakkor a szabadság egyik szimbóluma is volt, mivel a korabeli rómaiak, vagyis a korszak szabad emberei a pazar lakomáikat mindig tojással kezdték. És számunkra ez az étel megőrizte az eredeti értelmét. Az életnek, különösen is az új életnek a jelképe, ami a feltámadásban valósulhat meg. Azt az életet jelenti, amire meghívást kaptunk a kiengesztelődés a bűnök bocsánata által. A bárány sült, amiben nem szabadott csontot törni, a kivonulás éjszakájának sietségére emlékezteti a zsidókat. Számunkra Krisztus jelenti az Isten bárányát, aki a keresztfán még azelőtt meghalt, hogy eltörték volna a lábszár csontját. A bárány sült mellett a szentelt csonka felszeletelése emlékeztet bennünket a húsvéti bárány elfogyasztására, vagyis magára az utolsó vacsorára. A keserű fű vagy keserű saláta, ami helyett manapság már sokszor a zsidóság is tormát használ, a fogság keserűségére, a könnyekre és a verejtékre emlékezteti őket. Míg számunkra a torma a teljes passió történet szenvedéseit, keserűségeit jeleníti meg, valamint a keresztre feszített Krisztusnak kínált ecet keserűségét jelzi. A bor a fogságból kiszabadult nép örömét jelenti a széderesten, míg számunkra Krisztusnak az értünk hulló drága vérét jelzi, amivel kiszabadított minket a bűnök fogságából. Így összességében azt mondhatjuk, hogy a zsidók húsvétjának a központi gondolata a szabadulás, de csak testi, evilági értelemben, míg a valódi szabadságot azt Krisztus hozta el nekünk. Így kérjük az ő segítségét, hogy mi is képesek legyünk ne csak szolgai, hanem fiúi, gyermeki lelkülettel fordulni Istenhez, az Atyához. Amen.
Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybőti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltunk jósága és ember szeretete az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybőti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban álhatatosan megmaradjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, irgalom atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, eléd hozzuk a kenyeret és a bort, amelyeket azért ajándékoztál nekünk, hogy dicsőítésedre felajánljuk. Add kérünk, hogy lelkünk orvosságává legyenek, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme üdvösségünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel, Márton apátunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk. Istenünk, gyógyítson meg minket a szent áldozás, tisztítsa meg szívünket a bűntől, és részesítsen örök oltalmadban, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.